Így örült Tóth Andi, az egyik tehetségkutatónak győzelemnek. Az alig 15 éves lány ezzel a verseny történetének legfiatalabb győztese lett, szinte a kamerák előtt ért nővé. Én azon gondolkoztam el, hogy te 15 évesen belekerültél ebbe a nagyon felnőtt világba. És mennyire érzed most magad kislánynak, mennyire érzed magad nőnek? Hát nem tudom. Valahogy így nagyon kislányok nem érzem már magam, tehát hogy így nagyon-nagyon babázol, sosem voltam valójában, max, hogyha egyszer kaptam babát, annak is levágtam a fejét, meg az öldölt a haja, meg ilyenek, többet se kaptam, tehát így ennyi. De hogy felnőttnek sem érzem magam, de szerintem sosem leszek eléggé felnőtt. Valahogy mindig megmaradok így a középúton, a kicsit dilis kislányos, de mégis kicsit érettebben gondolkodó vagyok, mint általában. Versennyel járó, illetve a győzelemmel járó népszerűség sem érzed úgy, hogy változtatott rajtad? Mert hogy azért ezt ugye nehéz kezelni, hát külön pszichológusok foglalkoznak azzal, hogyha valaki ennyire fiatalon nyer, meg ekkora sikert él meg, azt nehezen tudja kezelni. Te hogy tudtad kezelni? Mi az, ami segített abban esetleg, hogy jól tud kezelni? Most megijedtem, lehet, hogy pszichológus kéne kérjek. Hogy érzed magad? Szerinted kéne? Szerintem nem. Nem kérek. Egyszer mondjuk egy évig voltam pszichológusnál, képzeld, de sokra nem mentem bele, tehát hogy rám nem lehet hatni, valójában bárki megpróbált tanácsot adni, azt valahogy így meghallgatom, nem azzal van gond, hogy nem hallgatnám meg az embereket, csak úgy valahogy így elmegy mellettem. Mindig. Ha nekem van valami bajom, vagy ütletem, vagy bármi, akkor ezt általában így megtartom magamnak, és a szerint élek. Valamilyen módon biztos, hogy megváltoztatott a verseny, mármint olyan szinten, hogy komolyabb lettem valamennyivel. Mert valójában úgy kezdtem a versenyt is, hogy hát most ez így, most itt vagyok, tessék, nézzetek, úgy is kiesek, mert 15 éves vagyok, nem mindegy. És akkor így a táborban tovább jutottam. És a tábor első felében, amikor hárman kiálltunk oda, és énekeltük a magunkét, akkor az nem sikerült valami jól. És ott mondták a mentorok is, hogy csalódtak bennem, meg hogy többre számítottak, meg minden. És akkor utána például mi az, ami segített abban, hogy mégis tovább csináld? Ez, hogy közölték velem, hogy akkor az úgy rossz volt, és én ezt úgy vettem le, hogy azért volt akkor az úgy rossz, mert egyszerűen nem vettem komolyan a dolgot, hanem úgy gondolkodtam, hogy úgy is kiesek. És akkor most minek komolyan gondolni. És aztán meg valahogy nagyon-nagyon komolyan vettem, és a tábor második felében jelentem meg úgy az emberek előtt olyan gótikus szerelésben, hogy mindenki így lezettem, ez hülye. És aztán valójában a mentorházban meg már csak be akartam jutni, aztán pedig az érősebben csak még egyet, mondom, na jó, most már nyerni akarok, ámen. És végül hát nyertem. És most mi a helyzet veled? Ugye Nagyváradról felkerültél Pestre, a szüleid is veled jöttek, hogy azért csak nem engedtek el egyedül. A nagymamámmal lakok a bérletben. Tehát akkor a szülők nem is mentek veled? Mert nagyon sok cikk jelent meg arról, hogy a szüleik fel is mondanak. Hát, hogy mondtam, hogy és anyamám, akkor mi az igazság? Hát az, hogy itt vagyok a nagyival, aztán így néztem, hogy jöttek a szülők. És hol vannak? Tehát ugye, akkor mondjátok meg, hogy mégis hol. De nem, csak a nagymamám jött velem, meglátogatnak a szüleim, tehát nem azon, hogy most itt hagytak és éljél, hanem hát először így két hetente jöttek, aztán most már csak egy hónaponta, mert hát nyilván nekik is nehéz az, hogy most minden héten vagy két héten eljönjenek, mert az csak nem olcsó, meg nem kevés út az, ami Nagyváradtól Pestig van. Nem is várom el, tehát minden nap beszélgetünk, szóval arról sincs szó, hogy hiányérzetem van a család felé. Baráthiányban sem nagyon-nagyon szenvedek, valamikor lett igen. Lett több barátod így annak köszönhetően, hogy ismert vagy? Nem, mert az hogy szoktál ismerkedni?
Tehát most úgy bekerültél Pestre, egy teljesen új közegbe, hogy ismersz meg embereket. Jársz most iskolába egyébként? Nem. Hát az úgy van, hogy most akkor azt ott abba hagytam. Valójában otthon sem volt nagyon sok barátom. Tehát az miért? Olyan közvetlen lánynak tűnsz nekem, tehát mi körülbelül 2 perc alatt gyakorlatilag itt így megismerkedtünk. Tehát hogy lehet az, hogy nem voltak otthon barátaid? Hát én nagyon barátkozós típus vagyok, tehát hogy bárhova bekerülök, és nem ismerek senkit, az nekem így nem gond, mert én nagyon szeretek barátkozni. Így nem véletlen, hogy a szerelem is könnyen rátalált. A szintén a tehetségkutatón ismerté vált Spoon banda egyik tagjával alkotnak egy párt. És milyen a pesti élet neked? Tehát ez ilyen nagyvárad viszonylag kicsinek, meg kevésbé nyüzsgőnek számít, mint Budapest. Nagymamád mondjuk mennyire enged el bulizni? Hát a nagymamám, 2 nagymamám van, és az egyik a bulizós fajta. Bulizós nagymama. Uh-huh. Ez nagyon. Mit jelent? Hát az, hogy hát akkor menjünk, persze, táncoljunk simán! És valójában hát olyan vagyok, mint ő. nem nagyon nehéz esti. És hát onnan örököltem a zenei ágon a dolgokat, mert hogy apukám is gitározik, nagymamámnak is nagyon jó hangja volt, a vénagymamámnak is, meg mindenféle rokonnak az apai részről. Ugródeszkának tekinti a 25 milliós nyereményen járó tehetségkutatót. Folyamatosan pörög, szeretné kipróbálni magát minél több területen. Zene, színház, művészi véna, ugye családi vonalon, mik a terveid? Hogy szeretnéd tovább folytani? Mit szeretnél tanulni? Én rajziskolában voltam otthon. Hát ilyen ruha tervező, ilyen design szakon. Ezeket a ruhákat, amik rajtad vannak, ezeket te szoktad kiválasztani? Van olyan, amit esetleg akár magadnak csinálsz meg? Hát odáig nem jutottam el, hogy tudjak is elkészíteni ruhát, hát hogy egyenlőre nekem van egy kis fizetem, amiben így tervezgettem. És az úgy történt, miket tervezgetsz? Hétköznapi viseletet, vagy pedig ilyen az egész extrém? Az a poén extrém? Benne, hogy én nem vagyok az a tipikus szoknyás ruhás, kis csinimili lány, és mégis olyanokat tervezek, hogy ilyen koktélruhák, és így nem tudom, mert valahogy úgy, mikor leülök rajzolni, akkor valahogy az jut eszembe, hogy minél extrémebb ruhát válasszak ki. Az mondjuk, az nagyon szól, hogy nyakigérő, hosszú, jó. Így az úgy nem. az úgy nem. És úgy valahogy ezeket a nagyon extrém, nagyon kivágott, nagyon zéj dolgokat. Tehát nagyon ezt úgy képzeljük el, hogy egyszer majd egy párizsi kifutón, ugye a Tóth Andi kollekciót azt megtekinthetjük. Hát én remélem, tehát hogy nem tudom, hogy mi lesz még ebből, meg hogy milyen suliba sem tudom, hogy nem tudom, hova fogok járni, de ezt minél hamarabb ez majd meg lesz. Egy teljesen hétköznapi napodat, csak úgy röviden meséld már el, hogy az X-faktor győztesnek egy átlagos napja az hogy telik? Hát ő attól függ, mert hogy van, amikor, hát most így elég sok interjút adtunk, meg ahhoz voltak ilyen fotózások, van, amikor fellépés van, mindjárt lesz egy, van, amikor így társalgunk, és van egy kamera, meg ilyenek, de hogy így általában így ilyenek zajlanak, akkor attól függ, hogy van-e például egy hogy felveszünk egy lemezt, vagy csinálunk egy videóklippet, vagy egy dedikálás van, vagy bármi, ez így. Tehát így nem lehet megfogalmazni, hogy hát például egy nap hogy telik, mert azt tudom, hogy mi lesz holnap. Tehát, hogy biztos lesz valami, ja, a fókuszforgatás, de hát ez így nem marad meg bennem, hanem így van egy naptár is, hogy ja, hogy ez van holnap, aha. Ja, tehát egy naptár van? Uh-huh. Nem egy külön ember, aki így jelzi neked, hogy Andi most ide-oda kéne? Sok-sok ember van, tehát van egy menedzsment, és úgy nagyon szépen köszönöm nekik, mert nekik ellendék veszve. Minden perce be van osztva, pihenésre szinte egyáltalán nincs ideje, de azt mondja, nem is vágyik rá. Nincs okom panaszra, mert olyan jó, hogy sok dolgom van, és az utóbbi időben jó sok dolgom volt, de valójában ezek olyan dolgok, amiket nagyon szeretek, és egész életemben ezt akartam csinálni, szóval nincs olyan dolog, amiért most ki lennék bukva. Azért költöztem fel, valójában ezeket csináljam, szóval minden happy. Hey!
Look at me, I'm on my way.